Ismerős figurák, mesevilág és csillagos ég. Ezek a motívumok tükröződnek vissza Papp Tíme a legtöbb képén az ifi ház falaira függesztve. A Kavics művész 2 évvel ezelőtt vágott bele a kalandba, és azóta mindig nyitott szemmel járt, hogy mikor lát meg egy-egy kőben egy ruhácskát, egy arcot vagy egy alakot. Rengeteget utazunk Kavicsok után, most már csak úgy válogatjuk meg az üdülési céljainkat is, a kirándulási pontjainkat is, hogy Kavicsos partra, ahol vannak kavicsok, folyópartról szedegetem, Dunaparton szoktam rengeteg kavicsot találni. A figurák között látunk mesebeli házakat, megtaláljuk Mary Poppins-t és Mici Mackó is feltűnik. A családi kötelék fontosságára is igyekszik felhívni a figyelmet az alkotó. Röfümpapának a fejét megtaláltam 1 évvel ezelőtt, és utána nagyon-nagyon sokat kellett várni röfümamának az arcára hozzá, és így lett teljes a kép, hogy nem mertem elkészíteni egyedül, mert mondom, semmit nem jelent egyedül egy kis disznó, de így már így egy komplett család. Mindegyik képhez egyedi történet is kötődik. Vagyú Dombi mesék című kép, ebből a Holdból kezdődött, ő volt az alapkő, utána megkerestem hozzá ezt a kis boszorkányt, aki ilyen ütött kopott ruhát visel, és direkt ilyet szerettem volna készíteni neki. Úgyhogy úgy érzem, nagyon sikerült. Mici Mackó megvolt, és nem találtam hozzá nagy alakú lány kavicsot, és mikor megtaláltam, akkor utána egyből elkészítettem a debreceni gyerekeknek őt, vagyis ezt a képet ők látják elsőnek. Itt készítettem még kis gombaházikót, a kivágott fának szeme van, hát próbáltam a gyerekek kedvére tenni. A Mary Poppins kép, Mary Poppins ruhája erdélyi kövekből készült, ezt kaptam. Ezt a képet figyelve elsőre fel sem tűnik, hogy kőből készült. Olyan, mintha egy valódi mesefigura elevenedne meg. Na de mennyi ideig készülhet például egy-egy ilyen kép? Órákban, napokban, etán hetekbe is beletelik? Valamikor nagyon-nagyon hosszú ideig készül egy-egy kép. Rá lehet mondani, hogy körülbelül van olyan képem, ami már 1 éve készül, és még mindig nincs kész, mert nem találtam meg hozzá a megfelelő kavicsokat. De például most még otthon öltözködtem, kirattam egy képet, úgyhogy ezt már csak is finomítani kell, és készen lesz. A kavics művész gyerekkorából inspirálódik a leggyakrabban. A gyerekkoromat úgy töltöttük, hogy édesanyám nagyon nagy szeretetben és egy mesevilágban nevelt bennünket, és ezt szeretném átadni a mai gyerekeknek, innen jönnek az ötletek és az emlékek, és így készülnek a képeim. Tímától megtudtuk, a képek nem úgy készülnek, hogy leül egy maroknyi kővel, és mint egy kirakós idővel és türelemmel aztán megszületik a kép, hanem darabról darabra áll össze az elképzelt alkotás. Általában szokott lenni egy alapkő, amihez felépítem az egész képet. Ez akár egy kabát lehet, egy nagyon-nagyon sokat mondó kő, ami tényleg azt táblázolja, amit szeretnék vele megmutatni, és eköré szokott általában épülni a kép. Ilyenkor szoktam gyűjtögetni hozzá máshonnan kavicsokat, és hogyha megvan minden kavics, akkor elkészítem a képet, ha nem, akkor várok, akkor félreteszem. Körülbelül 8-10 képem áll otthon így. A kő adja az ihletet, ő pedig, ahogy a kiállítás címében is szerepel, lelket ad a köveknek. Általában úgy szoktam gyűjtögetni a köveket, hogy már ott belelátok valamit, de vannak érdekes alakú kövek, amiket csak úgy hazaviszek, hogy majd egyszer talán jó lesz valamire. Általában kis cipőket, kis kabátokat, táskákat látok meg bennük, és már úgy viszem haza őket. Valamikor már úgy viszem haza, hogy például tudom, hogy mi lesz belőle, még kép ez fog passzolni. Az alkotó szeretné nemzetközi porondon is bemutatni alkotásait, emellett pedig készülőben van egy jelentős műve is. Van egy köven például, amit már nagyon régóta tartogatok, arra, hogy megjöjjön a megfelelő ikret, és be tudjam helyezni egy olyan képbe, ami tényleg nagyon sokat fog mondani az embereknek. Ez egy Szűz Mária szobor, ami minden állásból azt, és nem is kell hozzányúlni, ez teljesen őt ábrázolja. Viszont én nem találtam meg azt a témát, ahova úgy szívesen betenném. De addig is látogassanak el az ifi házba, hogy megcsodálhassák a mesefigurákkal tarkított alkotásokat. A kiállítás egészen május végéig díszíti majd ott a falakat.